Ha már volt szó napszemüvegekről, akkor ezek használatának egyik helyszíne lett például a kertünk, ahol itt tavasszal rengeteg feladat vár a kis kertészekre, ezekben pedig Dancs Nikoletta segít nekünk eligazodni. Szia, Niki, jó estét! Jó estét! Hát gyönyörű virágokkal érkeztél, és gondolom, hogy nagyon jó neked, mert ilyen gyönyörű virágok között éled az életed, legalábbis a munkahelyeden. Én imádok egyébként kertészetekbe járni, mert egy picit olyan, hogy ott az ember tényleg a tökéletes növényeket látja, amiket, hogyha nem igazán jó kertész, azért nagyon nehéz az otthonában ugyanolyan helyzetben tartani. Ráadásul ugye az időjárás is nagyon-nagyon szélsőséges, nagyon sokat változik. Kertészként vagy kerttervezőként, tájépítőként hogyan látod? Tényleg meg kell változtatni akár a gondolkodásunkat arról, hogy milyen kertet álmodjunk magunknak most ebben a változó időjárásban? Igazából én úgy gondolom, hogy azok a növények, amiket eddig kiválasztottunk x évvel ezelőtt, nem okoznak problémát, hogy ugyanazokat beültessük. Annyi a különbség, hogy amikor tényleg ilyen nagyon száraz és meleg nyarunk van, akkor az öntözésre nagyon-nagyon oda kell figyelni, és sokan azt felejtik el, hogy már tavasszal is el kell kezdeni a növények öntözését, és sokszor abba a hibába esnek, hogy nem kezdik el időben, kiszárítják a növényeket, és azt tavasz végén vagy nyár elején látják a kárukat, amikorra már a növény ugye kiszáradt sajnos. Úgyhogy erre kell nagyon odafigyelni ebbe a kicsit megváltozott világba. Amúgy nagyon sokféle növényt lehet ezen kívül, hogy erre odafigyelünk ültetni. Tehát azt jutott eszembe, hogy például most a héten hihetetlen erővel melegedett az időjárás, kisütött a nap, sokan például a térre eltereltetett növényeiket azért nem merték kihozni, mert féltek, hogy fagyni fog, aztán most pedig, ha kiteszik, tényleg nagyon erős a napsugárzás, tehát akkor már például akár meg is éghet. Van valami optimális, hogy például a leendereket mikor pakoljuk ki? Hát igen, a leandereknél oda kell figyelni arra, hogy azt sem szeretik, amit te is említettél, hogy hirtelen egy hidegebb környezetből bele a forróságba, tehát úgymond fokozatosan kellene kivinni. Nyilván azt sokan nem teszik meg, hogyha este van egy minuszos időjárás, akkor beviszem erre az estére, utána megint kiviszem, tehát ezt sajnos nem teszik meg, de minusz 2, maximum, hát nem is tudom, a 4-et már azért nem akarom megemlíteni, de x fokig azért bírja a leander, tehát nem fog megfagyni, lehet nem lesz hirtelen olyan szép, de kibírja, és akkor utána ugye, ahogy az időjárás melegszik, utána ő is egyre szebb lesz. Ugye, főleg Angliában nagyon nagy kultusza van a különböző kerteknek, és emberek képesek a jövedelmük jelentős részét ugye a kertjükre áldozni. Nem tudom, hogy mi magyarok hogy állunk ebben, illetve hogy van-e mondjuk trend, hogy milyen fajta kerteket terveztetnek azok, akik mondjuk most költöznek új házban, most készítenek, vagy most álmodnak kerteket maguknak? Igen, trendek azok mindig vannak. Főleg nagy hatással van erre az időszakra a modern, letisztult, minimalista világ, akár az építészetben, és akár így a növények kiültetésénél a kertépítésben is, és ebbe legfőképpen a díszüveket, az örökzöldeket és néhány virágzó cserjét szoktak beletervezni a kertekbe. Nyilván vannak tájképies kertek is, de mindig vannak trendek, igen, ahogy említetted is. És ugye vannak nagyon izgalmas és egzotikus növények, amik nem is olcsók, sőt valaki például egy egész hatalmas pálmafát is elültet a kertjébe. Ezek kuriózumnak számítanak, hogy ilyen nagyon értékes és nagyon különleges növényeket vesznek, vagy azért az emberek inkább óvatosak, mert nem biztosak abban, hogy ezek megmaradnak? Nagyon sokan megveszik, megvásárolják, és azt tudni kell, hogy olyan 2-3 éven belül, amikor már a növény oda szokott a területre, meg a hőmérsékletet is megszokta, a kerti mikroklímát, akkor már totálisan télállóvá válik, addig meg teleltetni kell akár valamilyen fagyvédő fóliával vagy hasonló dolgokkal, és meg lehet őket is úgymond menteni a következő évekre, kivéve a mediterránokat, mert nyilván azokhoz azért nem elegendő egy téli fagyvédelem, azt sajnos teleltetni kell a pincébe. Sokan ugye nélkülözni kényszerülnek a kertet, mert mondjuk
tehát nincs kertjük, nem kertes házban élnek, de van egy pici teraszuk, vagy van egy kis közös kert esetleg egy társas ház esetében. Mit javasolsz azoknak, akik mondjuk akár a lakásukban vagy a teraszukon szeretnének egy kertet berendezni? Hát például ezeket a növényeket, amiket ugye ide hoztunk, hogy bemutassuk. Itt vannak mediterrán növények is, mint a Sandeville, vagy ott a Bougainville, vagy itt ez a Waxflower. Ezeket ugye kint is akár balkonon, teraszon ki lehet helyezni. Annyi, hogy nehéz őket teleltetni, az tény és való, meg egy panellakásban ugye nincs nagy tárolása lehetőség, de nagyon szeretik kirakni ezeket a teraszokra, a balkonokhoz. És ugye magával a panellakásba pedig háromféle növényt hoztam, van a legénypálma, ugye amiről tudni kell, és szerintem mindenki tudja, hogy kevés vizet igényel, nem kell neki sok fény, tehát igazából mindenhol el tehát van. Tehát akár egy pasi is képes életben van tartani, igen, ezért aki soha nem locsolja, hogy legénypálma, így igen. Van. Van a spatifillum, vitorlavirág, ő neki igaz, hogy sok víz kell, de azon kívül, meg hogyha fényt kap, akkor gyönyörű szép dísze a lakásnak, és ez levegőtisztító, tehát a panelokhoz ez tökéletes növény lenne, szuper. Igen, ha mindenkinél lenne. És hát igen, a bonszáj, ami ugye nem nő nagyra, mindig akkora, amekkora, mert ugye nyírni kell folyamatosan, mert ő rá is ráférne, lassan a nyírás, úgyhogy várja a gazdáját, aki megnyírja. És hát igen, ilyen kis apróbb növényekkel lehet ugye magát a kis pici panellakást egy kicsit díszíteni, dekorálni. Fú, nekem millió kérdésem lenne például a gyeppel kapcsolatosan, a gyepszelőztetésre, de hát erre sajnos most nem lesz annyi időnk. Azt viszont még szeretném tudni, hogy aki mondjuk kertet szeretne, mondjuk pontosan veled terveztetni, az mire készüljön, ez mennyire időigényes folyamat, úgy kell ezt elképzelni, mint egy háztervezés, tehát te is felméred, hogy van-e kutya, milyen a család, mekkora, milyen a lakás, nem tudom. Hogy... Így van pontosan, tehát egy kertnél is nagyon sok minden tényezőt meg kell vizsgálni, magának a lakásnak az elhelyezkedését, a kert, hogy északi, déli, milyen fekvésű, a szomszédoknak a viszonya, akarunk-e takarni, nem akarunk takarni, mi a helyzet tényleg a szomszédnak akár a lakásával kapcsolatosan, hogy át lehet-e lógatni esetleg egy-két növényt, mert hogy ugye vagyunk-e olyan jó viszonyban, vagy sem, és nyilván magát a területet is meg kell vizsgálni, hogy mit bír el, meg mik az igények, tehát nagyon sok mindent, igen. Hát köszönjük szépen, Niki, szerintem ha hozzád fordulnak, akkor biztosan nem lesz az, hogy a szomszéd fűje mindig zöld, akkor az övék lesz a zöldebb, úgyhogy köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Én is köszönöm szépen.